A Szociális Központban Veres Péter intézményvezető köszöntötte a megjelenteket. Az Idősek Világnapját 1991-ben rendezte meg először az Egyesült Nemzetek Szervezete. Füzesebonyban a gondozási központ átadása óta is immár a jelen intézményi keretek között harmadik éve tartjuk ezt az ünnepet. Az én tisztem ma délelőtt az, hogy a Füzesabony Szivalom Szociális Család és Gyermekkörti Központ intézményének nevében tisztelettel köszöntsem Önöket ezen szép ünnep alkalmából. Önök már mind nyugdíjas éveiket töltik, nem azért kelnek fel korán reggel, hogy a munkahelyre igyekezzenek, nem nehezül a vállukra a munkahelyi felelősség terhe. Az öregkornak számtalan erénye van. Riemann azt mondta, az életben egyik legfontosabb erénye a higgadtság, amely türelmesebbé tesz másokkal és önmagunkkal szemben. Kevesebb indulattal viseltetünk a szokatlan jelenségek iránt, és több tárgyilagossággal ítélünk. Ősz van. Ősz van a természetben is, ősz van az életünkben is. Ilyen tán még bőven simogat minket a napsugár, ebben az időszakban van a betakarítás is. Az önök élete is erről szólt. Nehézséget közepette felnevelték, majd útjára bocsájtották gyermekeiket. Most pedig unokáik életét egyengetik türelemmel és alázattal. De ahogyan az ősz is lehet borús és bánatos, az önök életében is vannak és voltak nehézségek. Már nem tudnak olyan könnyen és gyorsan mozogni, borít fáj, halott fáj, de a lelkük az nem öregszik. Megvívták már az élet nagy és merész csatáját. A telekis kisdiákok szüreti dalokkal idézték meg az ősz hangulatát. A városi ünnepség előtt a Kreatív Klub munkájából nyílt kiállítás az Ámorban, majd Nagycsaba polgármester a fiatalabb generációk nevében mondott köszönetet az elődök munkájáért. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy elfogadták meg hívásunkat, és együtt költöttünk véletlenül kellemes délután. A mai délelőtt részt vettem a Szociális Központban tartott ünnepi műsoron, ahol egy néni azt mondta nekem, hogy nem csak a fiatalokat, az öregeket is szeretni kell. Igen, szeretni, de véleményem szerint a szeretetnek kortól függetlenül kell lennie. Viszont azt is gondolom, hogy minden generáció máshogy kell szeretni. Önöket azért, mert előttünk járnak az úton, amelyen anyáink, apáink, nagy és dédszüleink, valamint őseink jártak a világ kezdete óta. Önöktől örököltük meg az országot, településünket, szűkebb környezetünket. Önök tanítottak meg annyi mindenre, amelyek segítségével nem tévedtünk el az útkereszteződésekben, és általában tartottuk a helyiségben. Mert a bölcsesség, a tapasztalat, a tudás az önök eszében van. Na és szólnunk kell a szívükről, amely jól hatott is. Fiatalként nehezen fogadja meg az ember az idősebb tanácsát, elintézzük, jól van, hogy beszéljen az önök gondolatokkal, gondolatokkal. Azonban eljön egy hova, és rájövünk, mennyire igazából a szülőnek, nagyszülőnek, kétszülőnek. Na és az is eszünkbe jut, milyen fontosnak hozhatunk, hogyha könnyedén és lazán átsiklatunk a tanácsokon. A fájdalom ellenére mégsem engedték el kezünket, továbbra is nem engedték a kínát. Kedves jelenlévők, ezért nem másképp szeretni önöket, mint a fiatalokat. Szeretni, de nem csak a mai napon, az év minden napján, odafigyelve, törődve, segítve, mert megérdemlik. A sok példamutatásért, az emberi értékekért, az életbölcsességért, a tapasztalataikért, melyeket átadtak. A helyi nyugdíjasokból álló Rozmarik népdalkör tagjai vidám dalokkal szórakoztatták a közönséget. Oh, no.
késői ebédhez az egerszalóki tekergő zenekar tagjai húzták a nótákat.